A mai vendégem zenekarát egy bombáról nevezték el, robbantottak is egy csomót, és most is robbantanak a retróláznak köszönhetően. A TNT-ről beszélek. Mégis most még gyerekeket is belevontak, mégpedig amiatt a dal miatt, ami szerintem a mai műsorban is elhangzik, Kicsi gesztenye. Hogy barna-e a szeme, az majd hamarosan kiderül. A mai vendég Dobrádi Ákos. Na, szavazhatok el. Te telekházhoz, ez nem viccelsz. Hát én elhatároztam, Ákos, hogy szétcseszem a napodat. Tényleg? Ennyi, hát persze. Ez igazán jó hír, ennek igazán örülök, felek, hogy ennyi dolgom van ma. Hát én jövök veled mindenhova. Na, jó van. Hát ezt leteszem, biztonságban van? Pálinka vagy kávé, mivel kezdeni? Így van, ez a sorrendező. Várj, leteszem a kabátomat. Hogy csinálj, már is jövök. Jó kávét. Mert a reggel nem indulhat kávé nélkül. Így van. Na, gyere. Hú, de félek, hogy te főzöd. Én harcolnék érted, csak annyira félek, értsd meg. Ha vigasztal valamennyire, nagyon-nagyon kevés zenész fordult elő az utóbbi 50 részben, aki tud főzni. Úgyhogy... Ez kávét? Hát figyelj, kávét sem, de kávét tudsz? Hát figyelj, kávét, megpróbálkozom vele, figyelj, nem egy bonyolult, nem egy ördög. Egész ilyen gyakoroltad? Egy ilyen gyors, ezért a patraos cucc, hogy minek kapszulásnak hívják ezt. Gyakoroltam, hogy jól érez magad itt nálam. Aha, máshogy szoktak alátenni poharat? Azt gondolta, sokat segít. Ami hol van? Keresek. Ugye mondtam én? Hát mondtam, kell. Fia, én ilyenbe szoktam, nem vagy ilyen átlátszó, nem ilyen bögrébe. Jó, én nem kérek tejet, mert fogyózom, erősen, nem úgy, erősen mint te. Szereted, vagy én erős, hát nézd rám, Ákos. Jó, akkor fia, visszaveszek belőle, nézek kevés aha, vízzel. Aha, elképesztő, jó. És itt van a házi pálinka egyébként, ha meggondolnád magad, és ha nem vezetsz. Egy kicsit ellazuljál. Hát szerintem majd a végén. Már nem tűnsz nagyon feszültnek. Nem, te? Na, én sem. Hát de figyelj, egész nap együtt leszünk. Mit tervezel egyébként? Van sok meló mára? Hát minden nap sok meló van, hál' Istennek, főleg így a hétköznapokban. A hétvégén ugye koncertezünk, tehát ott az van, megyünk a buszba, aztán megyünk. Hétköznap, miután ez a gyerekprodukció, szinte minden napon tele van. Tárgyalás, megbeszélés, meeting az irodában, hát fél vége láthatatlan a feladatok sora. De élvezem, mert volt egy 4-5 olyan évem, amikor nem nagyon tudtam a hétköznapjaimban mit kezdeni. Aztán mióta kitaláltam, hogy akkor merre vezessen tovább az út, azóta nagyon boldog vagyok, mert rá kell jönni, hogy az idő is lassabban telik, ha tevékeny vagy. Azt mondtad, hogy nem mondjam el, na, hogy? Hogy nem utassuk a mosatlan, mert anyukád lecsesz. Ja, persze, te visszanézi az adást, hogy meglátja, hogy fiam az elmosogatottál. Hát azért persze. Húzhattál volna valami rendes ruhát. Igen. Miért vetted köszönöm fel ezt a puffy jacket? Annyi szép inged van, gyerekem, hogy miért ilyen be kell. Ezért vasaltam ki. Na, hozd a kávédat, és akkor megint. Na, várj, megvárom, ja, azt persze is megfőzöm. Na, szóval én tejjel fogom inni, illetve növényi tejjel. Természetesen ne titkoljuk el, hogy reggel már beszéltünk, mielőtt elindultam hozzád. És elég érdekes dolgokat mondtál, tényleg ahhoz képest, hogy úgy nézel ki, mint egy manöken, hogy most éppen fogyózol. Köszönöm szépen, köszönöm. Akkor ízlik a kávé, ugye? Még meg sem kóstoltam, mert nem adták kanalat, de mindegy, nem érdekes. Ja, legközelebb hozok magammal, köszi. Na hát figyelj, egyszerre több dologra kell koncentrálni, ez férfiként nem olyan könnyű, tudom, mint hát a nőknek. Persze.
tehát hogy mindenre figyeljek. Van hát nem, hát beszélgettünk, és akkor mondtam ezt a diétát, ugye tegnap volt gyümölcs, én elválasztós diéta, tegnap volt gyümölcs napom, majd meg pusztultam, haltam egész nap az éhségtől, és nem is azzal van a gondom, hogy 10 kilót szeretnék leadni, pár kilót, tudod, úgy van mindig, hogy amikor jön az ősz, a tél, akkor gyorsan felpattan rám egy 5-6 kiló, akkor jön a tavasz, meg a koncertidőszak, és akkor mozgékonyabbnak kell lenni, meg a kondícióban ott kell lenni, akkor ezt az 5 kilótól meg kell szabadulni. Úgyhogy most ezt találtam ki, hogy ez lesz a jó megoldás. Menjünk dumálni! Menjünk dumálni! Csak egyetlen szó, olyan vigasztaló, semmi más, amit kérnék tőled, fél életem, és ha kell mindenem a tiéd, ugye ébren tart még. Egyetlen szó, olyan vigasztozó, semmiség, amit kérnék tőled, fél életem, és ha kell talán civilben említettem már neked, hogy én kinyomoztam, hogy a te korosztályodban te ilyen meghatározó vagy, ilyen tekintélyi parancsoló. Ugye nem vagy celeb, tehát ezt hogy lehet elérni? Lehet, hogy nem te vagy a legjobb ebben, akit megkérdezek, de talán hát, ha tudod. Tehát van egy ilyen tekintélyi parancsoló valami a Dobrádiban. Hát figyelj, én most arra kötnék rá, mint most az elmondottak után, amit mondtál, hogy ez a szereplés. Hogy az tény és való, hogy az én szereplésem és a szereplési vágyam az elég rendesen korlátozódik csak a színpadra. Én mindig úgy voltam vele, hogy ha szereplés van, akkor az a színpadon minden más hanyagolható és dobható, szóval nem voltam ilyen bulvárkusztár sohasem. És valóban nem nekem kellene erre reagálni, nagyon megtisztelő, hogyha így gondolnak rám, vagy ezt gondolják rólam. Nyilván én nagyon könnyedén megírtam a dalokat, és azért mondom mindezt, mert hogy soha nem matekoztam a dalokkal, kigörültek belőlem, aztán nagyon éheztünk a sikerre, csináltuk a dolgunkat, aztán az lett belőle, hogy hát elég nagy siker, és hogyha ez egyfajta elismerést jelent a bizonyos szakmai berkekben, meg tekintélyt, akkor nyilván az ember erre büszke meg jó leső érzés. Uh-huh. Ki fertőzött meg? Hogyan kerültél te egyáltalán? A zenek közelében? Így van, nem, tényleg nem tudom. Hát figyelj, egészen pici korunktól kezdve anya nagyon sokat énekelt nekünk. Tehát nagyon sokat foglalkozott velünk, verseket olvasott fel, szóval... Hol járunk? Nem tudom, 3 éves korom. Na, milyen, tehát Budapest? Nem, Győr. Na Győr. Győri ilyen? Születés vagyok, hogy a Győrben járunk. A Bacsó Béla úton, a 7. emeleten, a kis szobában, ahol anya mindent félretett. Tehát, hogy fontos volt számomra nyilván a rend, a takarítás, a főzés, a mosás, de mi voltunk az elsők. Tehát csúszott, mászott velünk a padlón, sokat énekelt nekünk, ahogy mondtam, sokat verselt nekünk. Még drága nagymamám mondta, hogy azért szeretett hozzánk jönni, mert már a liftből hallotta, hogy anya énekel. Úgyhogy mellette apa is szerette a zenét. Volt kisebb kazetta gyűjteménye, majd aztán bakelit lemezei. Úgyhogy így a zene szeretetét azt voltak éppen a szüleimtől kaptam. Aztán egészen érdekes módon alakult, hogy én elkezdtem a zongora pályafutásomat, ugyanis saját magam önállóan iratkoztam be szolfésre. Tehát bejött az igazgató az általános iskolába, talán a 3-as, 4-es lehettem, 4-es, akkor már kiköltöztünk falura, 4 évig laktunk falunk Gyönyűn. Bejött az igazgató, és megkérdezte a gyerekek, aki szeretne zenét tanulni, akkor most megteheti, vigyetek haza az üzenetet a szülőknek, anyuna kapunak, beszéltek róla, és én már feltettem a kezem, itt nincs miről beszélni. Akkor mert tudtad többet a szolfés? A legszárazabb dolog a világon, ja, azt tudtad? Persze, de hát most azért említettem így, mert hogy azzal kezdődik, az mindennek az alapja. Én már jelentkeztem is, hogy én szeretnék szolfésre jelentkezni, meg zenére, és akkor innentől kezdve indult ez a dolog. Te vagy a hangszerem, ki minden nappal mást a dudolás hiszem. Ez átsegít majd, minden bajom van, hittem. Ha itt vagy velem minden rezdülésemben, csak játsz nekem, mert meddig élnék, mondd hangod nélkül, meddig élhetnék, hiszen ott vagy minden dalban. Mi volt az első olyan, hogyha most egy nagyot ugrunk,
amikor úgy érezted, hogy sikerült is, amit tervezel? Tehát mi volt az első olyan pont? Amikor Palátfürdőn egy táborozás során ki mit tudott hirdettek, és akkor elhatároztam, hogy hát, ahogy mondtam, ugye anya nagyon sokat énekelt nekünk, és akkor a homokóra az az ő egyik kedvence volt, tudtam oda-vissza az egész dalt, és akkor jelentkeztem erre a ki mit tudra ott a helyszínen, és elhatároztam, hogy én azt ott most megnyerem. Nagyon sokan voltak egyébként, mármint a nézőtéren, mert ugye voltak a gondozók, és legalább 1500-2000 gyerek üdült egyszerre ebben a kastélyban, meg a környékén. Úgyhogy felmentem a színpadra, énekeltem a homokorát, és megnyertem a ki mit tudott. És az első olyan együttes, amire már az ember felkapja a fejét? Amikor már tudtad, hogy menthetetlen vagy, tehát zene. Ja, hát ahogy említettem, ugye általános iskolában elkezdtem így a zenével foglalkozni, zongorával, és akkor toboroztam zenekart. Hát ez a óriási volt, figyelj. Úgy toboroztam a zenekart, kinek van kedve benne részt venni, senki nem tud semmilyen hangszeren játszani, de egyiknek kezében nyomtam egy szájharmonikát. Akkor bementünk az erdőbe, és szétvágtunk egy ilyen hordót, hogy annak a tetejét elvisszük, tudod, azt a federét, uh-huh. És akkor azokat kirakjuk, az lesz a dob. És akkor valami osztálytársamnak, vagy utcabeli gyereknek szóltam, hogy te leszel a dobos, hozzá kettő ilyen nagy darab botot, az lesz a dob verőd, és akkor majd azzal dobolsz, és akkor összeraktam egy ilyen vicces zenekart, meg akkor az énektanárt megkértem, hogy akkor a csörgőt hadd hozzuk ki onnan a szertárba, ahol raktározták ezeket a különböző hangszereket az iskolában, meg nem Éneges tudom. A Dobrádi? Tessék? Éneges a Dobrádi természetesen. Ja, természetesen, meg akkor... Kevés cuccot kezében. Igen, meg írtam egy-két dalt, és akkor ott bohockodtunk, mert ez volt az első zenekarom, de most nyilván ez nem komoly. Nem volt nekem úgy kimondottan utána a zenekarom, hanem elkezdtem vendéglátozni elég korán, 17-18 éves koromban. Tehát átcsekkoltam levelezősre, hogy tudjak az menni hétvégén zenélni, meg tudjak a zenével foglalkozni, és akkor volt, hogy egyedül játszottam sokáig vendéglátóban, meg volt, hogy Pap Krisztián barátommal, gitáros, és a Help együttesben ismerettük meg őt. Uh-huh. Ővel zenéltem az hajó nevezetű helyen Győrben, ez a hely már nem létezik. Ugye kett csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, két éven keresztül tömve volt ez a szórakozó hely, Krisztiának és nekem köszönhetően. Széles repertoárból játszottuk a popslágereket, és igazából ez volt az igazán jó iskola, mert a test közelből láthattam, hogy mire mozdulnak. Tehát uh-huh. egyfajta érzékenység is, ha lehet ezt így mondani, kialakult a tekintetben, hogy mi az igazi sláger, mi az, amire igazán mulatnak és szeretik az emberek. Egy mondattal engedd meg, és kérek egy rövid választ rá. Az nem hangzott el, hogy ez nem szakma? Valamit csak kéne tanulni, hogyha a bérezió, persze? Ja, nem. Az mindig elhangzott, hogy tanulj, fiam, tanulj, az nagyon fontos, a tanulás az mindig fontos volt, meg olvas, meg tájékozódj, meg művelődj, de anyáik ebből a szempontból nagyon rugalmasak voltak, flexibilisek voltak, hogyha én sportolni szerettem volna, ha éppen karatézni, kajakkenúzni, vagy éppen amit kitaláltam, aztán kézilabda lett belőle, sokáig űztem, akkor mindig nagyon nyitottak voltak, tehát ők mindenben mindig támogattak. A bakancsunkban gyönyörködünk, a Balaton partján elszáll a világ velünk. Mi csak a bakancsunkban gyönyörködünk, a bakancsunkban gyönyörködünk, a Balaton partján elszáll ez a nyár velünk. Azt mondtam a beköszönésben, hogy egy bombáról nevezted el a zenekart, és rengeteget robbant. Nem én neveztem el, és nekem nagyon nem tetszett a neve. De bocsánat, fejezből gondolom. Ennyi. A Császár előtt, ugye az első lemezünk producere volt a Császár előtt. És akkor hát voltak mindenféle ilyen nagyon idióta ötletek. Így a, mondj párat. De fiam, tudom én, ugye akkor ment a Fan Factory, akkor legyünk Music Factory, meg hát rosszabbnál rosszabbak. Nem is nagyon emlékszem, és talán nem is baj. De a TNT sem tetszett, tehát borzasztóan nem tetszett. A dalokat te írtad? Persze. De miért ilyen természetes? Hát mert nem is gondoltam másképp, hogy ez máshogy történhetne. Tudod, mi az érdekes még, hogyha megengedett, hogy témát váltsak? Az elején mondtam neked, hogy te egy ilyen, hogy mondjam, ilyen első ember vagy mindig, tehát hogyha azt mondják a Dobrádi igen, akkor mi is. Ugyanakkor azt is hallom, és azt is érződik, az is érződik, hogy te azért nem vagy olyan barátkozós, tehát te azért te úgy tehát téged nehéz megközelíteni, becserkészni. Uh-huh. Ezt is hallom, meg megmondom őszintén, eleinte éreztem is. Ez igaz. De ennek megvan a maga oka. Mégpedig? Én amikor felkerültem Budapestre, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy új országba
mint egy új országba kerültél volna, egy új társadalomban, csak azonos nyelven beszélnek. És nagyon sok csalódásért. Tehát én nagyon őszintén kitárulkozva, szeretettel, barátsággal közelítettem kisebb közösségekhez, emberekhez. És akkor megjöttek az első pofonok, pont akkor költöztem ki Szentendrére, és minthogy ez a kettő így kézen fogva meghatározta volna az azután következő időszakot. Sok alakoskodást láttam, meg nem őszinteséget tapasztaltam. Úgyhogy talán ezért. Meg alapvetően a természetemből is azért adódik, hogy egy kicsit zárkózottabb vagyok. De azt azért szereted, azt szeretnék téged, nem? Mert mindenki szereti szerintem, hogyha szeretik. Te önző vagy egyébként? Mi hogy érzed? És megmondom, miért kérdezem, alá is támasztom, hogy gondolkozz, jó? Hogy nem látok se kutyát, se macskát, se gyereket. Én nézi oda le a jobbra. Azt szerinted ott miért? Azt nem neked készítettem ki ebédre. Nem, ezt tudod mi van? Hülye bolond szabózi barátom. Egyszer, mert hogy volt kutyám is, meg macskám is, akkor mindjárt komolyra fordítjuk a kérdésednél a szót, hogy volt egy ilyen nagy véres csont, tudod, egy ilyen pulyka csont, ami ott maradt. És akkor belépett a szabózi, lenéz. Mi történt a barátnőddel? Hatod egy ilyen véres csak. Ez a sírtelen, ez jutott be, ez ugrott be. Nem, nekem volt kutyám, meg macskám is, mind a kettőt imádtam, szerettem, mind a kettő elment már korukból adódóan. Hát én imádom a macskákat. És a kérdés második fele? A második fele a kutyákat is nagyon szeretem. Velük az van, hogy viszont nem vagyok alkalmas arra, hogy kutya gazdája legyek erre hosszú évek. Nem vagyok itthon, nem tudok velük úgy foglalkozni áthatóan. Komolyra fordítva a szót, van bennem önzőség. Van bennem önzőség, hogy ne. Az egómat is néha helyre kell tenni. Tudok narcisztikus is lenni. De szerintem tök jó, hogy az ember azért ezzel tisztában van, meg nem tagadja meg ezeket a dolgokat, hanem próbál ezen javítani, meg felismerni ezeket a dolgokat, és szerintem egyébként lehet. És azt mondom, hogy család? Az biztos, hogy semmi köze nincs az önzőségemhez, mert családot mióta az eszemet tudom, szeretnék. Tehát szerencsések vagyunk a bátyámmal, hogy nagyon egészséges családi légkörben nőhettünk fel, ezeket az értékeket megkaptuk a szülőktől, és ez mindig szem előtt is van. Imádom a gyerekeket, szeretem a gyerekeket, értem a nyelvüket. Nem jött eddig az ideje? Valahogy úgy alakult, hát figyelj, szerintem most már nem agyalok rajta túlzottan sokat, valószínűleg akkor kell neki jönni, amikor jönnie kell. Most ez így alakult, de most már nagyon közeli tervben van, úgyhogy a mexikói szappan operának drága kedvesemmel, Iszak Eszterrel nincs vége, folytatódik. Hál' Istennek most úgy tűnik, hogy minden helyre rázódik. Úgyhogy családalapítás, gyerek, ez most már tényleg nagyon, nagyon közeli. A család szó most elhangzott többször, és akkor mutattál nekem egy kis tervrajzot, tehát egy családi ház is készül. Ezt gondolom már a megállapodásnak legfőbb jele, ugye? Hát figyelj, ott is meg lehetett volna állapodni, ahol előzőleg laktam. Ugye Szentendrén laktam 15 évig egy szép házban. Itt az történt, hogy amikor ez a krízis abban maradt, ugye felütötte fejét ez a 40-es krízis, tudod, hogy mindent elértem, már kevés dolog okoz igazán örömet, merre is kellene tovább lépni, mit is kellene csinálni, és akkor hanem régi álmomat elkezdtem megvalósítani, hogy csinálok egy gyerekprodukciót. És akkor így helyre zökkent az életem, a hétköznapok felpezsdültek, sőt annyira felpezsdültek, hogy nagyon sokat kellett ingáznom Szentendre és Budapest között az irodá miatt, hogy az irodába bejártam, megbeszélések miatt, forgatások miatt, bármi más egyéb, és akkor ebbe belefáradtam. Tehát, hogy egyrésztről tartalmasabban tudom tölteni azt az időt, amit az autóban töltök, másrésztről már nem akartam ezt az elszigeteltséget, ami azért ezzel egy picit jár. Ami nagyon fontos az életedben, az a kicsi gesztenye klub, hogyha nevezhetem így, de most ne itt beszéljünk erről, hanem szerintem menjünk el arra a tárgyalásra, ahol várnak bennünket. Jó. És akkor útközben még picit faggatlak, jó? Oké, legyen így. Oh,
Úgy látom, azért neked sem mindegy, hogy milyen autóban ülsz. Gondolom, amiatt, hogy rengeteget kell menni, nem? Persze, hát a biztonság a legfontosabb. Meg hát miért lenne mindegy? Persze. Mindig te vezetsz egyébként? Nem. Hát vagy a bátyámmal megyek, vagy a turnébusszal megyek, bár most ezen majd biztos nevetnek a többiek, mert nagyon ritka, amikor a turnébusszal megyek. Ez nem azért van, mert én nem szeretem a többieket, imádom őket, meg szeretek velük lenni, hanem azért, mert rengeteg időt spórolok meg. Meg aztán utána a fellépés után fáradt vagyok, szeretnék minél előbb hazaérni, úgyhogy kényelmi szempontból alakult ez így, hogy minden élő koncertre gyakorlatilag így ezzel a saját autóval megyek le, és többnyire a bátyámmal, aki a menedzserem is többek között, meg ő koordinálja a dolgaimat. Uh-huh. Hogy vezetsz egyébként? Tehát van úgy, hogy a fene egye meg oda mutatsz? Vagy mi, és mi van, ha akkor úgy pont megismernek? Ha érted, mire gondolod? Ja. Hát, hogyha nagyon-nagyon mérges vagyok valakire, akkor felkapom ezt a szemüveget, meg egy baseball sapkát, meg felhúzom így a csúkját. És akkor utána esetleg mutatok valami nem kedveset. Te azt gondoltad volna, hogy akkor, amikor a hordót ketté vágtátok, és te jelöltetted, ki legyen a dobos, hogy ezek átfutottak az agyadon, amikor teltházas arénában játszottál, vagy játszol? Uh-huh. Tehát óriás a kontraszt, nem? Persze. Hát főleg az fut át az ember agyán ilyenkor, hogy úgy tűnik, hogy azért gyerekkorban itt elrendeltetik, hogy mi lesz a te jövő. Tehát én annyira szerettem volna ezt, és nem csak egészen pici korom van, hanem már később is, ahogy említettem, tudod, hogy Győrben a hajón zenéltünk. Eltelt 2 év, és akkor úgy elegem lett az egészből, és ott feküdtem, ott hátul az öltözőben, az egyik kabinban, és azon járt az eszem, hogy hát ezt itt nem szeretném folytatni. Most eljött az idő, hallom ezeket a zenekarokat, Hip Hop Boys és a többiek, hogy azt gondolom, ezt én is meg tudom csinálni, én is tudok olyan dolgokat írni, amik slágerré válhatnak és szeretetik országszerte az emberek, úgyhogy elérkezettnek láttam akkor az időt, hogy gyerünk bombázni a kiadót a demókkal, kijárni az utat, és elkezdeni ezt a pályát. Ez a mozgatórugója mindennek. Immelámmal, ha valamit akar az ember, hogy jó lenne magammal valamit kezdeni, legyek popstár, vagy legyek celeb, vagy legyek bárki, ez így nem fog működni. Gondolkodtál-e azon, hogy ezt a műfajt, ezt meddig lehet? Meddig autentikus, meddig hiteles? Ha hogy ne gondolkodnék, főleg most már az én koromban azért gondolkodik ezen az ember. Nézd, én azt gondolom, idősebb korában az ember is csinálhatja mindezt, főleg, hogyha még van erre igény, tehát van még mindig közönsége az embernek, elegánsan. És nyilván megválogatva a repertoárba a dalokat. Tehát az, hogy 65 évesen kicsi gesztenyére ugráljak valami nagy színpadon, ezt nem tudom elképzelni. De nincs kizárva? Hát ki tudja, mit hoz az élet, meg hát hogy érzem magam majd 65 évesen. Tehát lehet, hogy pontosan ugyanúgy, mint most. Volt-e már olyan, hogy valaki mondjuk Ákos bácsizott? Főleg, hogy most gyerekprojekten dolgozol. 20x évesen is, nem? Nem emlékszel ilyenre, hogy megdöbbentünk, amikor jöttem le a lépcsőházban, és a pici gyerek, aki 8-9 évesen futott fölfelé a lépcsőn, lebácsizott. De hát nézd, nagyon kedves, amit mondasz, és jól esik az embernek, amikor hosszú idő után találkozik valakivel, tudod, még Győr városából, régi barátokkal. De hát te semmit nem változol, te pontosan ugyanúgy nézel ki. Ez mindig hízelgő, nem tudom, ennek részben udvariasság is áll a háttérében, de lehet, hogy van valóság alapja is. Azért én, amikor belenézek reggel a tükörbe, azért ezt máshogy látom. Kicsi gesztenye, barna a szeme, úgy mosolyog rá, mintha te is tudnád, igen. Most kicsit belezúgsz, aztán minden ugyanúgy. Megy vagy kicsi gesztenye, barna a szeme, úgy mosolyog rád, mintha te is tudnád, igen. Most kicsit mégis belezúgsz, aztán minden ugyanúgy. Megy majd tovább. Milyen embernek tartott te magad hétköznap
legyen akár a társad, akár a barátod, akár a bátyád. Te szórakoztató vagy, vagy egész nap telefonálsz, és amikor meg már hazaérsz, akkor vagy olvasol, vagy tévét nézel? Vagy igyekszel megfelelni a melletted levőnek? Hát nézd, igyekezni kell megfelelni a melletted levőnek. Tehát most akkor visszatérhetünk arra a kérdéskörre, amikor megkérdeztel, hogy önző vagyok-e. Igen. Én nem gondolnám azt, hogy önző vagyok, de tudok önző lenni. Uh-huh. Nem gondolom azt, hogy narcisztikus személyiség vagyok, súlyosan. Komoly probléma lenne ez, de tudok narcisztikus lenni. Én azt gondolom, hogy amikor párkapcsolatban él az ember, akkor alkalmazkodni kell, kompromisszumokat kell kötni, oda kell figyelni a másikra, és tenni kell azért adott esetben, hogy megfeleljünk. Muszáj egyébként valakivel lenned? Tehát te nem vagy ilyen magányos vadász, ugye? Én nagyon jól el vagyok egyedül, képzeld el, nagyon sokáig, tehát nagyon sok olyan periódusa volt az életemnek, amikor egyedül voltam. Nem magányos voltam, csak egyedül voltam. Szeretek egyedül lenni, nekem fontos az még egy párkapcsolatban is, hogy legyen egy ilyen kis magányos életterem. Kicsit vissza tudjak vonulni a gondolataimmal, a kis hangszeremmel, könyvvel, egyszerűen csak ne legyen körülöttem semmi és senki, inkább senki. Egy lakatlan sziget, kettesben csak veled, azt hiszem, téged szeretlek a legjobban. Örökké te is, én csendesen, élünk egy kincses szigetem. Szerinted megírtad-e már az életed legnagyobb slágerét, vagy még vissza van? Hát ezt nem tudhatom, azért szeretném azt gondolni, hogy még nem. Az megint egy olyan dolog, tudod, hogy most mit mondjak, amikor 4-5 éve semmi újjal nem jelentkezte. Ez bár nem igaz, majd biztos beszélgetünk a kicsi gesztenyekről. Igen. Egy vadonatúj dolog, és nagyon nagy siker. De mint Dobrár Jánkos, vagy mint TNT, úgy dalokkal 4-5 éve, vagy talán már 6 éve sem jelentkeztem. Vannak dalok a fiókban. Van erre mentséged? Hát kell, hogy legyen erre mentség. Annyi a régi dal, ami most kell, hogy nem kell az új? Egyrésztről most retroörület van. Azok az emberek, akik eljönnek a retro fesztiválokra, vagy a saját önálló nagy koncerteinkre, én azért úgy tapasztalom, hogy a TNT dalokra kíváncsiak elsősorban. Ezek a dalok jelentenek nekik valamit. A fiatalságukat, a fiatal éveiket, az emlékeiket, a nagy szerelmeket, és erre kíváncsiak, erre szeretnek tombolni, mulatni, bulizni. Egyrésztről, ha már okot keresünk, ez az oka, a más részről az pedig, hogy már az utóbbi 4-5 évben nem mozgatott az, hogy csinálja valami újat. Tehát itt nem volt motiváció. Nem volt motiváció, de 15-16-17 év után az gondolom belefér, amikor az ember egy kicsit úgy elfárad ezzel a dologgal. Nincs igazán mondani valót. Hát egyszer nem lehet 22 évesen megírni egy dalt, és akkor ugyanazt produkálni 42 évesen. Ha nem jön állam a szerelemre, mi juthatna ilyenkor a kezembe? Csak te tudsz meg, hol van a hét, csak te vagy az, aki a közelem lép. Akkor már nem jön állam a szerelemre, mi juthatna ilyenkor a kezembe? Csak te tudsz meg, hol van a hét, csak te vagy az, aki a A Kicsi Gesztenye Klub gyerekeknek szól. Óhatatlanul, ez egy másik láb a te életedben természetesen, de óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy majd akkor esetleg a te gyereked is erre fog bulizni. Jól teszem? Hát én nagyon bízom benne, hogy az én gyerekem is erre fog bulizni. Ez egy másik láb egy részről, és egy olyan láb, ami mégis így az én szakmám belül marad. Mert nagyon sok mindenben gondolkoztam, voltak mindenféle ötleteim, üzleti terveim, de aztán rájöttem, hogy marad az ember a kaptafánál, úgyhogy ez a gyerekprodukció most a szívem csücske, és a kreativitásom lekötéséről szól. Tehát mit kell erről tudnunk röviden? Hiszen majd tárgyaláskor kiderül. Igen, ez egy ismeretterjesztő sorozat, 2-6 éves korig, de 7-8-9 évesek is jönnek egyébként a színpadi sokra. Dalokat te írod? Mesével, zenével ötvözve. És a dalokat én írom, de én belefolyok a rendezésbe, az írásba,
az egésznek a kitalálásában, mindenben. De ki a főszereplője? Nyilván szakemberekkel dolgozom együtt. Ki a főszereplő? Imádom. Liza a főszereplője. Aki a? És négy másik báb. Ugye, négy másik karakter, akik az a négy őselemet személyesítik meg, vagy szimbolizálják. Luffy, Puffy, Olli, Gesztenye és Napsugár. És ki a kedvenced? Luffy, Puffy? Kicsi Gesztenye. De a kicsi Gesztenye te kedvenced. De a kislányod kedvenced. Igen. Kislányom is fújja. Tudod, mi a jó? Az a nagyszerű egyébként, hogy a szülők is imádják. Esküszöm, mi a felmerül a gyanú az előadásoknál. A legfőképp a szülő az, aki elszeretett volna menni az előadásra, mert ott fogja 18 hónapos kis babáját az ölébe. Hát az a gyerek persze átkap valamiféle impulzusokat, érzéseket, zenét, stb. Hát a szülő élvezi a legjobban. Tehát látom, hogy ragyog a szem a szülőnek, hát teljesen át van szellemével, és úgy nézi az előadást. De ez is volt egyébként a cél, egy olyan gyerekprodukciót csinálni, ami nem idegesíti halálra a szülőket. Ők is szeretik, meg a gyerekek is szeretik. És hát mind ezen dolgozunk folyamatosan. Mofom a fogam, a pofafán, jól a pofam, meg mofom át. Erős sikárom, siseg az es, hátul fikárom, tökéletes. Nincs benne romlás, soha se fáj, tiszta a sok fog, nevet a száj. Még egy otthon? Hát ez az iroda jelen pillanatban, ez egy ilyen régi polgári lakás. Uh-huh. És hát most ilyen az életem, ez is felújítás alatt van, tehát itt is átmeneti állapotok uralkodnak. Gyere hozzánk lakni, de mindenhol csak ideiglenesen van. Ez nagyon aranyos, hogy ha befogadsz minket, vagyunk 6-7-8-an. Ja, értem. De mehetünk mindannyian? Hát válogathatod? Hát fél szűkösen, de családias hangulatban el leszünk. Ezt tudod. Mutasd meg, ez aranyos. Hát ezek a plakátok, az elmúlt két évben már 3-4 sort csináltunk, ezeknek a színpadisoknak a plakátjait látjuk, ugye volt Budapesten, a Stefániában 2017. decemberében, aztán Miskolcra is nagy szeretettel visszajárunk, és nagyon nagy az érdeklődés, mint egyébként uh-huh. mindenhol, bárhol az országban. Igen. Aztán Hajdúszoboszló például egy plakát, meg hát majd... Tehát itt vannak a szereplők, ugye? Igen, hát ugye itt van a négy őselem, mert szimbolizáló karakter, Gesztenye, Luffy, Puffy, Napocska és az Olli, ugye a föld, levegő, tűz és víz, és hát a Lizi most ilyen grafikus formában, ő pedig ugye a 13, most már 14 éves kislány pillanatok alatt felnőtt, ő a főszereplő kislány a mesében, ő aki énekeli a dalokat, nagyon tehetséges, és hát most már ott tartunk, hál' Istennek, hogy napok alatt fogynak el a jegyek, és már egy hónappal az előadások előtt valamikor nem lehet jegyet kapni. Uh-huh. Úgyhogy kicsit kinőttük most már a színház terveket, ezért aztán így készülünk a nagy őszi sorra, uh-huh. úgyhogy majd ez lesz a következő nagy projekt. Most nagyon érdekes tárgyalás elé nézel, amiben csak egy kicsit belekukkantunk, hiszen négy nyelven megy már, ugye a projekt? Hát nem dicsekedsz egy kicsit? De, dicsekszem. Hát nézd, igen, ez az egyik legnagyobb siker, hogy négy nyelvterületen 12 országban fog futni tavasztól a produkció. Ebben az évben indul, most az előkészületek zajlanak, ez azt jelenti, hogy a
négy nyelvterületre érkeznek a szinkron munkák, és ezeket lektoráltatjuk itthon. Uh-huh. Egy lektor fog érkezni hamarosan, az érdekesség az, hogy ő a Ruzsa Magdinak a nővére, uh-huh. és a szerb területet ő felügyeli, ő nézi át a szövegeket, ő hallgatja meg a dalokat, hogy a szövegek tartalmilag, prozódiailag és minden szempontból jók legyenek, és most érkezik hozzánk, hamarosan befut, úgyhogy ő vele fogunk átvenni egy-két szöveget és egy-két dalt. Úgyhogy hát ez óriási büszkeség számunkra, ez egy nagyon nagy piac, nagyon nagy kihívás elé nézünk, de hát ezeket szeretjük mi. Ilyenkor mi várható? Csatlakozik még szereplő esetleg a sorozatban? Ezek már le vannak forgatva. Ugye egy kicsit csúsztatva megyünk külföldre, mert az első évad fog uh-huh. megjelenni idén a négy nyelv területen, Magyarországon pedig már a második évad fut. Új szereplő már nem érkezik itt, annyi a helyzet és a szitu, hogy ezeket a dalokat nyilván ezeken a nyelveken egy másik kislány énekeli fel, uh-huh. és hát olyan kislányokat válogattunk ki, akiknek megvan a színészi vénájuk is, és hát majd a kinti színpadi produkcióban ők fogják helyettesíteni a Lizát. Hívhatlak akkor úgy, hogy kicsi gesztenye úr? Ha szerinted ez jó, nem? Nézve akkor csak nyugodtan, de szerintem szól is nem. Na mi van ott? Én is szép akarok lenni. Na ugye, ezt akartam mondani, szépítő eljárás. Fiatalító eljárás. Meséld el szépen udvariasan, hogy mit csinálunk itt. Hát itt most a TNT koncert plakátjaira fotózunk, ugyanis nyáron, június 30-án az egyik legnépszerűbb szabadtéri szórakozó helyen lesz a TNT. Hát most már hagyományos nagy koncertje, ez általában nagyon sok ezer embert jelent, úgyhogy nagyon készülünk, úgyhogy most a plakátra fotózunk. A koncertet már nem fogom szeretni, ezt már kevésbé, ami most zajlik, már ne haragudj, már nem a sminkelés, hanem magát a fotózást. De tudod, hogy ez szükséges rossz. Ez szükséges rossz, igen. És akkor ilyenkor te ilyen incidenses vagy? Tehát, hogy amikor úgy fotódás, de azért szóval fogadsz majd, hogy hogy álljál kézen állva, ja, persze, spárgába lemenni. Persze, nem én kreatív tudok lenni, hogyha belejövünk, akkor már semmi gond nincs. De nyilván eljön az a pont, amikor már nagyon ki vagyok. Hát emlékszem, a Hova visz a hajó című klipet forgattuk kint valami gyártelepen, figyelj, mínusz fokokban, és éjszaka 3 órakor még mindig volt 114 snit hátra, vagy felvétel. Hát fél totálkáron voltam, tehát azt mondtam, eret nyitok, ha nem mehetek haza. Fejfájásom volt, minden bajom volt, de ott azért behisztisztem, úgyhogy talán a képeken is egy-kettő ez tetten érhető. Vagy... Tudod, mi az én nagy vágyam? Na. Hogy nekem a TNT-vel legyen egy közös fotóm, igen, és igen. Azt én meg is beszéltem a fotóssal, úgyhogy ja, nem tetsz. Ja, igen, igen. Jaj, ez lesz kint a plakáton. Na jó, hát akkor köszönj még jó üzleteket, érszes vele. Ja. Na akkor hagyunk addig, én is betámadom az intit, jó? Csak majd. Nagyon várja, ugye? Nyugodtan, ne faggassad, persze, mindenre kielégítő választ fogsz kapni, én tudom. Na, csár. Tudod, bolond a kis élet áll után, mégis megteszem majd elután, de mi a bűnöm van? Miért van az, hogy így haragszol rám? Mi a bűnöm van? Azt mondtam, amikor beköszöntem ma reggel, és úgy döntöttem, hogy a párotnak, ha mondhatom így, szétcseszem a mai napját,
hogy bombaként robbantatok, hiszen császár előtt annak idején ugye a TNT nevet adta, és hogy most is nagyokat robbantok, hiszen óriási az igény az arra a zenére, ami a tiétek. Hogy viseled ezt? Mert tudom, hogy a fotózásnak annyira nem örültök. Hát igazából a fotózása nekem effektív, nincs semmi bajom, csak mindig az Ákos szokott felhúzni, mert ő ideges mindig. De alapjában véve nekem a fotózása semmi bajom, úgyhogy én bírom ezeket a dolgokat, mert mondtam, hogy a sminkes hölgy még mondta, és milyen jól bírom a sminket. Igen, de én téged nem idegesítettelek egész nap, mint az Ákost. Ja, az lehet. Hogy készültek a bulira egyébként, és mikor ki, mert ugye ez már az egyik szegmense a fotózás. Igazából ez egy hosszú folyamat lesz, mert ugye dalokat egy kicsit azért át fogjuk variálni, az összekötőket, úgyhogy lassan most már elkezdjük ezeket a dolgokat. Hát próbálni előtte talán egy hónappal se fogunk. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az amatőrnek próba kell, a profinak meg előleg. De nem, a viccet félretérve fogunk majd próbálni. Még nem tűztük ki a próbaidőpontokat, tehát profi zenészekkel dolgozunk, úgyhogy nem lesz olyan hosszadalmas folyamat ez, reméljük. Hagylak, hogy átöltöz, és neked is rá kell, hogy bólints arra, hogy én megbeszéltem a fotóssal, hogy nekem régi vágyam, hogy én legyek harmadik tag legalább egy fotó erejéig, hogyha ebbe beleegyezel, akkor végén is hagytalak. Elég vastag a pénztárcád, akkor nyugodtan lehetsz harmadik tag. Holnap azt hiszem végleg haza utazom már, hiszen nélküled semmit sem ér ez a nyár. Ami elmúlt, a mindegy, felejtsük el. De a viccelek még, neked tudnod kell, ha kezdás évig várok rád, hiszen nélküled semmit sem ér ez után, hogyha egyedül alszom és ébredek. Igen, hogy szeress úgy, tudtam és féltem, többé már nincs kiút. A bánat elemész, nem tudom hova mész, nélkülem. Még van egy percem, talán eldöntenem, de nincs most percem, így hát beismerem. Leszek most egyedül, mint aki menekül, és a felhők alá. Nem voltam neked sok. Drága. Nincs vége a barátunknak, barátságunknak. Nem mondom őszintén, kicsit csalódott vagyok, hogy már mész. Állunk beszélgetni. Hát nem, figyelj, hát egyébként ez nem is volt annyira megterhelő nap. Tehát most egyébként pont egy olyan napot csíptél ki, amikor kicsit szellősebb volt. Ennél vannak sokkal brutálisabbak, és hogy ha még a fotózáson kívül egy videóklipforgatás is lett volna, ami alapból megvisel, akkor már lehet, hogy téged is nehezebben viseltelek volna, nem csak viccelek. Nagyon jól éreztem magam, és köszönöm, hogy meghívtál. Hívjál el közelebb is. Így is lesz. Köszönöm. Én is köszönöm. Teljesüljenek a vágyaid. Köszönöm. Szia. Jó utat, vigyázzatok a magatokra. Köszönöm szépen. Ciao.
Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.